Na hát, jó volt az eddig, eddigi videó. Mert hogy nem nyomtam be a mikrofont. De már elmondtam a videó felét. <laughs> jó, éleskés vagyok a mai nap, maradjunk ennyiben. Elkezdeném akkor újra. Nektek nem újra. Tehát ebben a videóban én Gergőben vagyok, és az olcsó low budget megoldásokról lesz szó. Azokról fogunk beszélni. Nagyjából a a pár ezer MT és a száz ezer közötti dolgokat fogjuk megnézni, de nem az egész My Team ben nem az egész NBA-ben, hanem a játékon belül csak is a magas emberekre fogunk ma koncentrálni, és lássuk, hogy milyen olcsóbb opcióitok vannak, ha magas emberben gondolkoztak. Szóval, mint ahogy az előbb némán már mondtam, és <laughs> ezt nem láttátok, ugye? Itt a fejem fölött, itt, itt, itt erre, Amúgy pont mikor ezt mondtam, akkor vettem észre, hogy nincs hangsávom. Hát, <laughs> passza meg, <laughs> megy a videó három perce, nem baj. Um, szóval, hogy itt látható a fejemtől um, balra, nektek jobbra, néhány lap már a goldakon kívül. Ezek ugye meg is vannak nekem, van még pár, ami meg volt, csak mondjuk kipróbáltam és eladtam. Uh, illetve egy csomót láttam ugye magam ellen, hogy mégis mit teljesít sajnos vagy nem sajnos. Úgyhogy el fogjuk kezdeni a legaljától, megmutatom a legolcsóbb megoldásokat nagyjából, amit már kezdőként is be tudsz gyűjteni. Illetve megmutatom utána pedig a kicsit drágább opciókat. Pink Diamond alá nem terveztem menni. De egyébként, hogyha Pink Diamond alá mennénk, Diamondban is egyet mondanék, amit most itt nem írtam össze meg semmi. Ez a Nicholas Claxtonnak a lapja arra nyugodtan rá lehet nézni, mint Diamond. Én kipróbáltam, tök jó volt a, a használhatósága, onlineban is működött, rendes hullós csapatok ellen is tudott helytelni, úgyhogy ezt így side story-nak ide tenném, hogy Klextol lapját esetleg, esetleg meg lehet nézni. Ő róla van szó, csak azért, hogy, hogy tiszta legyen, tiszta legyen, azért megmutatom, ő, ő róla van szó, Nikolás Klextorról. Nos, de tovább ugorva, először arra gondoltam, hogy elmondom azt, ami nem MT-be kerül, ez pedig nem más, mint az én új kedvencem, a Julius rendőrnek a Moments lapja, a TikTok videók egyébként nem vannak a leírásban, nyugodtan nézzétek meg, külön rendőrrel készült egy TikTok nemrég, ott mindent elmondok róla részletesen, részletesebben, úgyhogy itt nem fogok már róla beszélni, annyit mondanék, hogy nekem nagyon tetszik, PF-be használható, inkább nem centerbe, a magassága miatt is főleg, a többit mind TikTok videóban megtaláljátok, nagyon-nagyon jó, 250 tokenbe kerül, nem MT, 250 tokent elköltesz, és igazándiból kapsz egy nagyon faszag gólapot. Legrosszabb esetben a padról tudod behozni, én kezdőbe használom, amúgy jó a Contest Idenke is, és fasz a dobása. Menjünk is akkor tovább az MT-s megoldásokra, és akkor a legolcsóbbakkal fogok először kezdeni. Az első az nem más, mint a Wiseman James Wiseman, aki ugye Golden State játékos, Na most a Weizeman, az nagyjából árban egy ilyen 8-9 ezer MT. Nagyon fontos leszögezni, hogy én a Xbox árakat mondok. PC általában ennél olcsóbb, a PS pedig vagy egyenlő, vagy picit drágább, de megesett már az is, hogy olcsóbb volt. Nagyjából hasonló árakkal operálunk, de mondom PC-n biztos, hogy jó pár ezerrel olcsóbbak ezek a lapok. PS-en meg jó kérdés. Azt, azt most nem tudom így hirtelen megnézni. Meg tudtam volna, de, de ez csak most jutott eszembe, most ez nem fog már beleférni valószínűleg teljesen, de hasonló árak szoktak lenni nagyjából. Szóval 8-9 környékén kapsz egy James wiseman amit tudsz használni, ez ugye egy Pink Diamond lap, nemrég jött ki, én láttam már egyébként tud gyakorlatban használni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a ellenem elég jó volt, én is most gondolkoztam, hogy veszek egyet, csak mikor megnéztem az árakat nektek, akkor volt 8000 ért és most mikor a videót elkezdtük, és gondoltam hogy megveszem, hogy itt tudjam mutatni, akkor meg eh, éppen 9700 volt a legolcsóbb, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor most ezt nem vesztük meg, de majd a következő, az itt van rögtön az úriember, Mark Gasol. Uh, én őt is tudom igazából szívesen javasolni, jól használható, uh, tudsz vele triplát is dobni, és szintén egy ilyen 10k MT környéki ára van neki. Stellar jött ki, nekem untrade van meg, úgyhogy ezért is tartottam meg főleg. Én szerintem nagyon jó az a gászollap. kicsit lomhás, tehát nem, nem, azt mondom, hogy világot megváltja. Low megoldásokról beszélünk, a ma a kategóriájában egy jó dobó, jól használható, kicsit lomha magas ember, úgyhogy ezt lehet róla tudni. Kicsit gyors a release-e, ilyen, hirtelen dobjál azt meg kell szokni, de amúgy be lehet vele dobni. Úgyhogy Márgászol a következő, ugye? Márgászol után van egy új lap, hogy még nem vettem meg, de a videókészítések kor jött ki, tehát tegnapi nap, mert én most egy promó után és szombaton veszem ezt föl, nem tudom még ti mikor fogjátok látni. Most jött ki ez a Phenoms, Phenomén promó, Phenoménok promó, és a Phenoménok promóban van egy Eddie Curry. És ezt az Eddie curry azért ne legyünk már ennyire spúrak, ha már a kezemben van a kontroller, megmutatom nektek. Um, Edith Curry, ő róla van szó. Na most őt 10k alatt meg tudod venni. Tegnap még 10k volt, most már azért visszaesett az erre. Láthatjátok, hogy a hogy 10kért nem is veszik. Úgyhogy már 10k alatt tudod venni. Most nem tudom pontos árat, de mondjuk egy ilyen 8k-9k környéket nagyjából a reális ára ennyire megérheti. Én, nekem nem tetszik személy szerint statokban a lab, viszont a nézőim már tennapi streamben irogatták, hogy, hogy, nagyon jó használatban, aki használta. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy mindenképp érdemes ez alapjára rápróbálni. Plusz amúgy a dobása nem a legjobb, de azon kívül elég, elég, elég pöpec lab vérekezésben is, meg támadásban is. Én mindenképp javaslom ezt az edikörrit, és ha már itt vagyunk, low budget megoldások magas ember pozícióban egy egy SFPF Darius Miles szintén hasonló árérték arányban, mint az előbb említett úriember, szintén vehető, és neki átírták a release-ét, mármint új release kapott, és jó release kapott, úgyhogy az eredeti Miles-t, ha valaki használta, vagy ami jött a játékba régebben, akkor felejts el, hogy mi volt ott. Ez a Darius, ez, ez jó lesz valószínűleg dobásban, én megnézegettem a animációkat. Úgyhogy érdemes, érdemes talán ő próbálni. Ja, bocsánat, rosszat mondtok a saját csapatomat. Szóval nagyjából így, amiket mutatok, azokat meg is néztük. A következő is egyben utolsó az ilyen 10K kategóriában, ugye most a 10K kategóriákról beszélünk, tényleg, hogyha valaki kezdő játékot, neki ez a fontos, tehát én szeretnék lehetőleg mindent átjárni, pénzünk meg úgy sincs soha sok, tehát nekem is nézzétek meg, mennyi pénzem van most, hát nem sok, tehát muszáj gondolkozni ilyenekben, és egyébként sokszor az olcsóbb lap, ez nem feltétlen rosszabb, mint a két-háromszor annyiba kerülő. És nagyon sokszor nevet fizeted meg, az, hogy mi a neve egy adott játékosnak, és attól függetlenül nem biztos, hogy mit, mert az a neve a játékosnak, és az van ráírva a lapra, még az egy nagyon jó lap, nem feltétlen. Tavaly a Doncsics epikus volt, csak egy példát mondjuk nem magas ember, ugye? Idén, hát hullafos a Doncsics ahhoz képest, tehát nem, tehát hiába van ráírva a lapra, hogy Luka Doncsics, nem biztos, hogy jó, is így mindenkivel így van ez. Csak ezt, ez egy jó, jó tanásként talán mondanám nektek. Mm, és tovább haladva egyébként a sztorival, Christian Wood, de már látjátok a spoilert, ugye többire nincs annyira spoileretek, úgyhogy nem fogjátok tudni <laughs> előre, de ezek le volt a Christian Wood, én nagyon imádtam, kipróbáltam, használtam, ajánlottam is más nézőmnek, aki használta, láttam streambe is, hogy használta valaki nézőm, is, és, és, mondta is, a nagyon szépen köszönni az ajánlás, mert bejött neki. Úgyhogy Christian Wood az mindenképp egy ilyen lap, akire azt tudom mondani, hogy 5,3 percen van vele 6,3 pontos átlaggal, nem rossz tényleg tudja a triplát, tud betörni, nagyon beteg blokkja van, de tényleg, de tényleg undorítóan beteg blokkja van, és 89-es tripla, 82-es midrange, tényleg nagyon jól néz ki a faszik, 90-es dánkokkal, mind a kettő standing is, meg a driving is, 80 es blokkja van, egész korrekt defense, defense lehetne picit több egyébként, ahol egyet egyetértünk talán, meg a speed, de ezeket cipővel még meg tudod tolni, 90 fölé simán betalod az interiort például, ha akarod, úgyhogy én, én abszolút azt mondanám, hogy Christian Wood lapja és megint 10k környéke. Talán még alatta is van pár ezerrel. Próbáljatok rá. Én nekem nagyon tetszett, hogy hol használnám őt. PF-be vagy centerbe, ez jó kérdés, inkább PF-be szerintem. PF-be ha, PF inkább használnék dobó, dobó magas embert, és ha nincs éppen lehetőségetek dobó centet, vagy ti nem is szerettek a centre dobni, én pont szeretek, de van, van több nézőm, aki nem, akkor oda meg érdemes olyanra, 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 olyanra gondolkozni, mint például Eddie köri, hogy nem tud dobni, viszont állat a faszi amúgy defenseben meg ilyenek, és nem csak ő az egyetlen, tehát van még jó pár, ez a Willy Collinstein például, akit ki lehet szedni, ugye izéből, Diamond lap, ez a Bracket Buster-es sztori, nem tudom ez mennyire van meg nektek, itt, it meg is van, nem tudom, hogy kiszedtétek -e. ha nem akkor érdemes lenne, hogy valahol a legelején volt legelső pak, második pak, uh, csak egy kicsike küldi van hozzá, nem sok, hát uh, egész jött ellenem is, és állat, másrészt láttam másoknál is, streambe is, videóba is, ellenem is, én is kipróbáltam, nézőim is írták, ő egy vadállat ez a pali, szóval Willy Kallensteint az, az, akkor egy plusz, aki Diamond megint még ide tennék a low megoldások közé, nem is kellett fizetni, nagyon jó, én nekem nincsenek vele perceim, itt de, de nekem több accountom is van, uh, viszont hallod? 73-as triplája van, de amúgy, a faszi, aki volt ellenem, tök kezdő volt, és minden mennek neki vele. Nagyon brutál. Úgyhogy Willy, Willy, fiú szintén nagyon jó, és akkor itt vágjunk egyet. Most vagyunk ott, hogy a 10 k elhagynánk, meg a 10 és az ingyen lapokat, meg az alattéket, ugye? Julius Rendőr volt ilyen tokenes még például a Willy mellett, ki, ami úgymond ingyen megkapható. Willy az tényleg ingyenes, tényleg csak egy kis küldetés van hozzá. Viszont megyünk tovább, és a drágább kategória felé. És akkor itt ki is lépek innen, már úgy gondoltam, hogy bevágom nektek a lapokat, de rájöttem, hogy sokkal könnyebb a játékban mutogatni. Ugye <laughs> <laughs> ide figyeljetek, van egy ilyen, sőt, próbáltam is, hiszem. Van egy ilyen úriemberünk emberünk nekünk, hogy ez, ez a promó durva volt magas ember szinten amúgy. Mindjárt látjátok miért. Van egy ilyen Dino Na most ő árban egy ilyen 35k környéke, ezt most néztem a videó előtt. Tehát 35k környéke a, a faszi. Nagyjából. És elég brutális, de tényleg. Szóval nagyon sokszor látom, én nem feltétlen centerben használnám őt egyébként, de, de, de centerben is fog működni. Nagyon brutális a csávó, tényleg. On a 35 körül már megkapod, de ha, ha szerencséd van, vagy sokszor ránézel, akkor szinte még olcsóban is vehetsz, úgy, már látjátok, hogy azért vannak 36 7 ért több is van. Na, megvárjátok a szezon végét, én azt javasolnám mondjuk, ha nem sürgős, le fog esni az áruk ezeknek a metalapoknak egy kicsit, mert ő tényleg metalap hiába, hiába PD, nem számít a szín ilyen szempontból. Ő nagyon metalap, szóval vannak olyan csapatok, jönnek ellenem 99-es lapokkal, és van egy rádzsájuk, vagy egy már ugyanis ő a következő úri emberek, akiről beszélni szeretnék. Nem más, mint Mark Eton, aki szintén egy Pink Diamond, ő Only Center, ha együtt használnátok Rajjával, akkor működik. Rádja PF, Mark Eton Center, nagyon sok ilyen csapat jön ellenem egyébként az elmúlt hetekben. Itt van egy picit drágább, őnek ez ára 45 ezer környékén mozog, ezt is stream előtt e, most egy ilyen dél, 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 kora délután veszem föl, úgyhogy nincsenek a legmagasabban az árak. Tessék, itt van 42.600 ezt snipe lehetőség, pont itt most a videó felvétele közben. Úgyhogy azért le, lehet 40 körül is snipe-olni Nem mindegy mikor nézed, ha este nézed, magasabbak mindig az árak, mert a, a kereslet is magasabb és napközben, főleg hétvégén, napközben azért alacsonyabbak tudnak lenni az árak jó pár ezerrel. Már nagyon nagyon brutálabb, Rajjával együtt, egyszerűen nagyon sokszor levéthetetlen. De azt érzem, hogy azt is próbálok védekezni, és betol a picsába, kilak a pályáról, bedánkolja, beléjápolja, 30-40-50 százalékos dobásai vannak, bemegy. Nyilvánvalóan, na, amiről az előbb beszéltünk, hogy a 7-4 magas, jó, oké. Okay. Ezt így azért még elhelyezném itt. Amiről beszéltünk a nem dobó centerek, ő 25 tripla és 40 bidrincs. Volt ellenfelem, aki próbált vele triplát dobni. Nem tudom miért. Na mindegy. Nem, hát szerintem tudjátok, hogy nem sikerült neki, na mindegy. Úgyhogy uh, már tipikus paintbe birkózó faszi, brutál defense és brutális hát uh, paintbeli offense -el. 98 az interior defje. Periméter nem olyan erős, de en ennek ellenére ha ellenem van, én nem, nem próbáltam így, így állni mitetben, de ha ellenem van, akkor tökéletesen tud periméteren védekezni mindig, szóval azt kell, hogy mondjam rá, hogy működik, lepattan olyan nagyon jó, a speedje kicsit lassú, ne, nem tűnik fel, tehát esküszöm srácok, nem tűnik fel a játékba, komolyan. Hát olyan jól mozog ellenem mindig, annyira jó helyzeté vannak, szétdobnak vele sokszor, úgyhogy már Markiton és Raja, két ilyen nagyon-nagyon glitchi uh, metalap figyeljetek egybe a kettőnek az ára, hogy mit tudom, egy 80-as kb. 80 ezer MT-ből tudsz egy PF Center duót szerezni. Én azt gondolom, hogy az jó, és azt gondolom, hogy van értelme vele próbálkoznatok. Úgyhogy, ha a drágább kategóriába gondolkoztok, mert egy kicsit szintet akartok emelni az a legelső szekciómhoz képest, amit ma mutattam, akkor őket kell, hogy választjátok. Na most ebben az árkategóriában még van két lapunk, és az egyik az a 16 bitbe lapul, és pont erről beszéltem, hogy ez a magas embereknek a, mekkája volt, ugyanis ekkor jött ki a DM Porzingis is, ezt csak egy side, side, story story mondom, mint magas ember, és még ekkor jött ki Rudigé is, ki szintén SFPF és úgymond magas embernek számítható. Ha SF-be kerestek játékos, Rudigé egy brutális metalap egyébként, nem róla akartam feltétlenül beszélni, de mint látjuk, a -e, 35 körül már bőven beszerezhető. És akiről viszont beszélnék, és a 250k turnamenten is kezdőjátékos volt több mindenkinél, ez nem más, mint Jonathan Isaac. Van a nézőm, aki mondta, hogy nem jó a release szerinte, és neki nem tetszik. Ellenem egyébként 100%-kal szoktak dobni triplát vele, meg lehet tanulni. A 250k turnamenten is láttunk nagyon sok Isaac betörést, meg Isaac triplát. Jonathan Isaac, és akkor tényleg Rudy Gay is egyébként még ide tartozik, hogy érdemes ránézni, mert ő is egy nagyon jó játékos, és a release sokan szokták szeretni a communityben, én nem tartozok közéjük, viszont jó lap amúgy. Viszont Isaac 70k körül beszerezhető, én azt hiszem azt írtam fel, igen. Most éppen van 70 alatt egy picivel, de amúgy ezt a videó készít... sőt, igen, a videó készítésük van, éppen 70 ezer volt az alja, tényleg a lapnak, de most ahogy nézem, már 66 ér és van, ezért mondtam, hogy ne vegyetek rögtön lapot feltétlenül, sokszor nézzetek rá, legyen a fejetekben, akit akartok venni, mennyibe kerül, mert lehet, hogy éppen találtok egy alávágást, és meg tudjátok venni mondjuk 10 ezerrel olcsóbban, nézzem, most 70 helyett 66 az ezek simán lehet, hogy bármikor feltesznek egyet még olcsóbban, nem feltétlen, nem biztos, negyed órája fent van amúgy, ez a lap, úgyhogy azért van a 70, de akkor legyen 65 kötője 70 az ár, azt szerintem még jobb, tehát Isaac, ilyen 65-70, akkor körülbelül Isaac, néha amiként megakad a, a, kamerám, azért elnézést kérek, volt egy BIOS frissítés a gépemen, és, és meg, meg, egy firmware frissítés a kamerán, és azóta valami összebágol szoftveresen. Utána fogok nézni, úgyhogy ha láttok ilyen kameralagokat, itt ahol én vagyok, hello, sziasztok, szia, hello, akkor, uh, akkor bocsánat értem, most most hirtelen nem tudtam még megoldani, mert ez nagyon friss, tehát 24 órán belüli történet, és nem tudom, volt időm még, már frissítettem egy-két driver, de ezek szerint még nem volt elég, úgyhogy ja, ja, majd valami bekavart, majd dolgozom rajta. Úgyhogy most végeztünk ezzel a közép mid kategóriával, amit én így hívnék, hogy mid kategória. És van még egy, egy kicsit magasabb kategória, meg egy ilyen. De, és nem végeztünk amúgy, mert egy embert kihagytam. És ez az All -ba található. Szintén ilyen SF pozíció uh, környéke lenne, amúgy szerintem a játékos. Uh, és ő nem más, mint Lauri márkenen ha megtalálom. Viszont uh, Lauri Markkennennek a lapja az PF Center. Szóval sajnos esetben nem tud játszatni, ha tudnád, az nagyon OP lenne. De mégis azt mondom, hogy láttam már PF-ben, és egy olcsó megoldás, ez kb. a mid és a, a low budget között van, vagy hogy mondjam, tehát a, a, közepes low budget, meg a nagyon alsó low budget, nem tudom, mondjam szépen, az első és a második kategóriánk, amit ma szabtunk, a között van fél félúton, ugyanis az ára nem más, mint 20 kötője 25 ezer MT, attól függ, látjátok, hogy itt is van most 25 ér, nézegettem 25 alatt is találtam Markenant, éppen volt, igen, itt van, ezt láttam a videó készítése előtt, tehát 20 ér is van Markenant, igazándiból 20-25 között tudsz venni, nagyjából Lauri Markenant, attól függ, mikor nézed. És ő pf be egyébként használható, én, én szerintem egy próbát szintén megér és jó áron van. És akkor akit még szerettem volna mondani, már emelünk a kategórián, most jönnek a furcsa különös választások, low budgetben és a kicsit drágább választások így együtt. Na most az első, akit nézünk, az Chat Holmgren. Ő neki most az árát nem fogom tudni megmutatni, de megnéztem. És 90 és 100 ezer van éppen Xboxon. Én őt untraded-ben nyitottam ki, a Chad Holmgrenről azt kell tudni, hogy nem játszott még az NBA-be egy meccset se, viszont a játékban egy vadállat, tényleg jó blokkjai vannak, nagyon jól lehet vele triplát dobni, pf -be és, PF centerbe is megállja a helyét, én mind a kettőbe használtam rengeteg unlimited meccsem, úgyhogy a saját tapasztalat, hogy nyugodtan nyomassátok a csered, volt már vele nekem is 35 meccsem, lehet vele próbálkozni, tényleg jó, jó kis szerintem, egész gyakran blokkol, és, és jól védekezik, és a iszonyat nagy wingspan miatt, meg az én nyurga nagy teste miatt nagyon sokszor bet bele tud kotorni a labda útjába, és ha a glitch nem gondolja úgy, hogy kikerüli, <laughs> akkor egyébként elég fassa, Úgyhogy uh, mindenképp így tudom javasolni egy drágább megoldásnak, de nem feltétlenül lesz jobb, mint Mark Ethan és Dino Raja. Eatonnél jobb lesz, ha dobni szeretsz a rádzsával már tudsz dobni. Jó, tehát, hogy a, a nem, nem, tudom, hogy a rádzsánál nem vagy benne biztos, hogy annyival jobb, mint amennyivel többbe kerül. Mert háromszor annyiba kerül majdnem, mint Dino rádzsá. Jó, nem teljesen, de mondjuk két és félszer. És nem biztos, hogy két és félszer jobb alap. Jobb egyébként szerintem, de őszintén szóval annyira nüanszni a különbség, hogy, hogy lehet, hogy rádzsá árérték arányban sokkal jobban megéri, mint Holgram, sőt. Sőt, sőt, szerintem inkább biztos, hogy jobban megéri. Úgyhogy ezt így tárjátok el magatokban, gondoljátok át. Miközben én még mondok két vadonatúj lapot, ami nem más, mint a mobli és a Bunchiro. Na most ők is, nyilván nem próbáltam őket, mert tennap jöttek ki, statok alapján, meg badge meg, meg, mindenféle animációk, ilyenek alapján tudok veletek beszélgetni róla, meg az árát láttam. Uh, mobli, nem tudom pontos árat, de nagyjából ilyen 50k alatt már kapható Mobli és meg Báncséró is. Mobli egy PF Center, ő egy PF Center, és Banchero, uh, pedig egy SFPF, de uh, egy PFSF, opa, szóval egy PFSF, de én azt mondanám, hogy inkább, inkább SF kategóriában lehet baszó, és amint látjátok, 37 alatt van Banchero, szóval az, hogy 50 alatt van, az nyilván igaz volt, csak annyiban, hogy még olcsóbb, szóval inkább már ilyen 35-30, tehát 30-30 körül is már szerintem simán találsz báncsolót, lehet mire nézed a videót, meg kikerül addigra még olcsóbb, mert nyilván ilyenkor megjelenik egy lap, van egy ára, és a napokkal elkezd csökkenni, és beáll egy fix dolog a nagyjából, és akkor ott nem mozog majd annyira, úgyhogy Móbli és báncsoló, ez a két lap, akit még én javasolnék, jónak tűnnek a báncsoló lapok, amúgy is jók voltak idén, úgyhogy ő, őket tudom még, még nektek Szívesen ajánlani. És ezen kívül van egy olyan, amit nagyon nem szívesen ajánlok. <laughs> nagyon nem szívesen ajánlok. És ez nem más, mint az ametista volt. <laughs> PD-t nem fogom ajánlani, mert félmillió körül megy a De ez, ez egy nyomorék glitch lab. És ezt nem szívesen mondom, de muszáj, de muszáj elmondanom, mert objektívnek kell lennem attól, hogy utálom, hogy ez a lab egyáltalán létezik. 7-6 magas elég gyorsan elfáradt a negatívumot, kéne hozzá mondani. Nyilván dobni nem nagyon tud, és a perimeter defense -e se valami jó, de hát egy glitch játékba Szóval nekem ellenem a takók folyamat palánkon keresztül dobnak, átnyúlnak az emberen, átnyúlnak a gyűrűn a labdáért, átnyúlnak a palánkon a labdáért, keresztül húzzák a gyűrűn meg a palánkon a labdát. Szóval minden, amit el tudsz képzelni glitch, az megtörténik vele kapcsolatban. Hát baszki, nem tudom, mit mondjak. Tehát működik. Sajnos működik ez a takó. Hát, nagyon gyorsan elfárad, azt kell hozzá tudni. Jó, nagyon kevés a speedje. Hiába 95 a strem meg a stamina, ha sokat lögdösödsz vele, akkor gyorsan elfárad és kell pihentetni. Viszont uh, egy lóba csapatban. csapatba. Nagyon baszó. Az árát viszont nem tudom. És ezt megnézzük. 10k. Á, igen. Hát figyeljetek, 10k érmény meg is érheti, szóval ha valakinek, valaki kezdő éppen most jelenleg, és akarna használni egy, egy taco volt, vagy egy, egy old, nagyon olcsó glitch centert, akkor amúgy sajnos, vagy nem sajnos, de megpróbálja taco fallal. És közben itt van az én csapatom, hát csak félig látjátok a fejem miatt. És ezzel meg is köszönném a figyelmet. Ezek voltak a magas emberek. Jó hosszú videó lett, egy 20 perc körül a legalább. Még ugye plusz az elejét ugye rontottam a vakon 25 perc, de abban 3 percig úgy beszéltem, hogy nem volt bekapcsolva a mikrofon. Jaj, na mindegy. Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni. Ha valakit kihagytam, mert ez megtörténhet, bár próbáltam utána nézni nagyon, hogy ki nem jut eszembe, uh, akkor írjátok le a komment szekcióban, gyertek a Discord szerverünkre, megtaláltok minden linket a leírásban. Twitch volt csatornát, Twitch csatornát, mindent megtaláltok. Igazából Discordra jöttek, van mindenféle uh, szobánk, igazándiból nem csak MBA tematikával van menetrend is, látjátok mikor fogok streamelni. Vágott videók azok nagyjából, egy, a nagyjából hetente szoktak jönni, néha van kimaradás, az attól is függ, hogy milyen heten van, ugye nem ebből élek, úgyhogy mikor van időm, akkor készítem a tartalmat, mikor kevésbé, akkor, akkor pihenünk egy kicsit, de nagyjából heti szinten azért próbálok kirakni egy értelmes tényleg beszélgetős, vagy valamilyen tanító jellegű, vagy egyszerűen csak szórakoztató videót. Köszi a figyelmet, én Gergőben voltam, a lagoló kamerával, legyen szép napotok, és remélem, hogy sok szép boldogságot tudok kívánni ezekkel a lapokkal, és talán tudtam valakinek segíteni, vagy megkönnyíteni az életét ezzel. Nagyon remélem, hogy így van, és ha így van, ezt is írjátok le a komment szekcióban, mert nagyon örülnék, ha tudná, tudnék ilyenekről, esetleg ki az, akinek segítettem ezzel. Úgyhogy ezt nyugodtan szabad jelezni, lájkoljatok egyet, kövessetek be, ha még nem követtetek be, hogy kapjatok értesítést a videókról, de ha Discordra jöttök, elmondom, hogy side story, akkor ott van értesítés a Youtube videóról, amint kijön. <laughs> Úgyhogy csőcső, -cső, legyen szép napotok, és csapassátok az NBA-t, és találkozunk, hát legközelebb egy újabb videóban. Ha lenne kedvetek még ilyenre más pozíciókba, és akkor ez pedig már remélem gépeled. <gül> Csuma. <gül>